Vissza is tértem, sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai második meccsünkön, a League Esport és a The Wins összecsapásán. Hát aki itt volt egy durván egy órával ezelőtt, az láthatta, vagy kicsit több mint egy órával ezelőtt, az láthatta, hogy a The League Esport összesen 4 kört adott az ellenfelének, korábbi ellenfelének, és 13-4-re végül is megint egy magabiztos győzelmet tudott aratni immáron a szezonban a 9-et, és hát hogyha megnézzük azt, hogy ugye az Inceptor Eagle-t volt, aki Hali újra, szia-szia, Sanyika! Szóval megnézzük újra, rápillantunk az eddigi menetelésére a League Esportnak, akkor láthatjuk azt, hogy abszolút jó eredményekkel, mit jó eredményekkel, nagyon-nagyon, tehát a legszorosabb meccsük a 13-11, meg talán a 13-9 volt, azon túl tulajdonképpen csak nagy arányú győzelmek voltak, illetve 2 FFV, és azt gondolom, hogy ha ez a mai mérkőzés megvan, bár most rá is tudok gyorsan nézni, hogy pontosan a ligában hogyan állnak, hát jelenleg az elsők. Hát ugye nyilván 9 győzelemmel ez nem kérdés. Kérdés igazából az, hogyha egy-két lúz esetek becsúszna, mi most a hátralévő meccseken, akkor meddig csúsznának vissza, de hát most ebben ne is gondolkodjunk. Az ellenfél pedig The Wins, akik viszont hát tényleg vinekkel jöttek ide, és még a tavalyi szezonnak a legutolsó rájátszásba is bejutottak, nyertek egy 2-0-ás meccsen, aztán 2-0-ra kikaptak, és onnantól kezdve ebben a szezonban csak győztek, úgyhogy ezért nehéz ellenfél lesz, és közben már amúgy a Veto el is kezdődött, D2 Mirage Ancient és Inferno maradt, ugye Inferno volt az előző pályánk, az előző mérkőzésen, úgyhogy most a Wins fog 2-t bannolni. Kérdés, hogy benne hagyja-e Infit, én azt gondolom, hogy D2 talán kimegy a lengyelektől, ugye egy lengyel csapatról beszélünk. Talán D2 Ancit rakják ki, bár ugye annyit talán spoilereztetek, hogy Anci nem egy rossz pályája a League Esportnak, és Inferno bizony kiesett, úgyhogy lehet, hogy azért megnézték a magyaroknak a legutóbbi összecsapását, hogy ott azért eléggé szépen lerendezték az ellenfelüket. Úgyhogy marad D2 Mirage Anci, és kérdés, hogy ezek közül melyiket dobják ki, és a D2-t bent hagyták, ez érdekes amúgy, D2 Mirage. Hát, ha lehetne tippelni, akkor én az utóbbit választanám, de aztán lehet, hogy megint meglepnek minket, ugye ne felejtsük el, hogy korábban már ugye az előző mérkőzésen, ugye Inferno ugyanúgy egy nem játszott pályája volt legalábbis eddig ebben a szezonban a leakeseknek, és mégis meg tudták lepni az Imperial vagy Imperial, mit tudom én kiket, igen, felejtem a nevüket, úgyhogy igen, és azért most nem lesz meglepetés, nem lesz meglepi D2, a biztos Mirást választja a magyar csapat, és az a Mirázs, amin 2 győzelem, 2 win, míg ugye az Enemy-nél ugyanez, 3 mérkőzés, illetve, bocsánat, 2 mérkőzés és 2 win, 3 mérkőzés és 1 win, tehát azért rosszabbul állnak, mert alapvetően azért nyilván nekik több lejátszott meccsük van, mert ugye a korábbi szezonokat is összeadva, vagy a szezonokkal összeadva, tehát nagyobb a merítés, úgyhogy el lehet ezt mondani, hogy sok mérkőzést játszottak összességében, de nem volt ebből olyan sok Mirázs, tehát nem lehet azért annyira kemény pályájuk. Nyilván ez a mi oldalunkon is ugyanúgy elmondható, hiszen láthatjátok, hogy összesen 3 pályán játszotta eddig az egész szezonját a League Esport, 1 Infi, 2 Mirázs és 4 Ancient, úgyhogy hát nem túl széles a repertoár, de ezeken viszont maximálisan jól játszottak és taroltak a srácok, úgyhogy reméljük, hogy most a következő Mirázson is, és akkor bekerül majd ott egy 3x3-as is majd a csapat neve mellé, úgyhogy, illetve alá, úgyhogy League Esport, The Wins, és Mirázs lesz a mi BO1-ünknek a pályája, és ne felejtsétek el, hogy amint véget ér ez a mérkőzés, valószínűleg ott már azért nem lesz idő nagyon így interjúra sem, meg úgy nagyon fölvezető műsorra, talán valami rövidre, de a Honvéd AC Blacknek a meccsét is fogom majd adni. A Honvéd AC Black a Natak Stari ellen fog majd pályára vagy szerverre lépni, úgyhogy ma még lesz ezen kívül egy mérkőzés. Itt pedig akkor hamarosan következik egy Mirázs, és hát reméljük, hogy a League Esport 10. győzelme a szezonban.
végre valahára elkezdődik a mérkőzés, tehát League Ace for the Wins, hát két veretlen csapat csap most össze, egyiknek 9, másiknak pedig 8 győzelme van zsinórban ebben a szezonban, úgyhogy valamelyik csapat a mai nap folyamán, illetve a mostani mérkőzést követően elveszíti ezt a veretlenségét, tehát reméljük, hogy nem a League Ace Sport lesz az, aki ezt majd elmondhatja magáról. Akkor nézzük, megindul a késkör, ugye ez dönt arról, hogy melyik csapat döntheti majd el azt, hogy mely oldalon kezdjék, és hát jó ómen, hiszen ha jól emlékszem, akkor Infernum például az előző mérkőzésen ugyanúgy Lonerék nyerték a késkört, és CT oldalon kezdték, tehát ők dönthették el, hogy mely szájdon akarják majd kezdeni az összecsapást, és hát azért ez egy jó jel, mondjuk azt, ezzel reméljük, hogy egy jó jel, és én azt gondolom, hogy talán itt is CT oldal lesz majd a nyerő, a magyarok esetében. Nem igaz, is lehet, hogy meglepnek minket egy T oldallal, de nem, nincs meglepi. Maradt tehát a CT. Tehát lesz ki Loner, Rehab, Ficiber és Dogi, ugyanaz az ötös, míg a másik oldalon Mlodikate, 2K, Adam Sandler, Miku, Miki, Kemot és LDMR. Ismerősek nekem ezek a nevek, nem tudom, hogy lehet, hogy más, a Miku, Miki meg a Melodic 2K az nekem, de talán még az Adam Sandler is valahonnan ismerős. Hát elég sok mérkőzést kasztoltam már, lehet, hogy korábban már mondjuk a Manager Self ellen, vagy valamelyik másik csapat ellen, vagy akár kinék ellen játszottak, nem tudom, na mindegy. Még az előző szezonban a lényeg az, hogy első kör, pisztolyos, és most nincsenek dual beretek itt a CT oldalon, ehelyett megvan lesz kinek rögtön a nyitó, itt szép USP fejessel. Hát és akkor itt most megindul a matekolás, hogy a bombát a stékezdőn hagyták, ketten elmentek Mlody2K, illetve Miku Miki, elmentek BAP-ban, de ők most jönnek visszafelé, a bombát föl kéne, hogy vegyék, és én azt gondolom, hogy inkább ezt így A irányába próbálják meg, csak elszállítan a probléma, az ő szempontjukból persze az, hogy három elvédőnk van, sőt, most már amúgy Palaszt kezdi kitolni, így lesz ki, mekkora reflexel rántotta oda azt az USP-t, és LDMR-t is el tudta lőni, úgyhogy dupla emberelőnyben vannak, és maradnak továbbra is ketten amúgy, valamiért úgy érzi Rehab, mint hogyha, de ő csak midre fog ránézni, úgyhogy igazából itt tulajdonképpen három ávédő, amiből lesz ki már kiesik. 4v3, és spotoverett még egy játékos, úgyhogy kéne lassan a rota. Shortról fogja majd nézni Loner. Nincsen füst amúgy, shortról, hát nem egy tech sem jön össze. Továbbra is 4v3 rámennek amúgy Miku Mikiék Rehabra, jungleből, illetve ablakból kiszedik. Úgyhogy hát ezzel megvan a 3v3, most nem tudom, hogy Dogi CT-n valamit, de nem, most rotálnak hirtelen, igen, átmennek shorton, és shorton, el kéne egyet lőni, és Picibernek nem sikerül egyet, se kellett volna egy fejes, Lonertől viszont ott van egy, ott van a második, és ott van a harmadik is, micsoda 3K-t pakolt le Loner, ami Picibernek nem jött össze, azt végül is Loner megcsinálta, gyönyörű volt. Hát ez pont nem lesz rajta, igen, a highlightokon, de majd a meccs végi ismétlésekben azokban igen, úgyhogy itt a kör végét követően csak ugye kb. 3 highlight van az idő, ugye, amíg a freeze time tart, de majd a meccs végén lehet a többit, és akkor egy pisztolyvarás, megpróbálják minden igazából ezt tolni, Miku Miki és LDMR is tud egyet-egyet lőni, úgyhogy 3v1 alakul ki, Miku Miki közben egyedül marad, és Loner pedig befejezi őt, kicsit még meg is vágja magát a késsel. De megvan a második kör, úgyhogy hát most kört se adnak tulajdonképpen a, hogy emlékezünk vissza, hogy Inferno úgy indult, hogy 4-0-ig is meglépett az enemy csapata, és onnan zár, én nem, bocsánat, 2-0, igen, 2, és akkor utána 4-2, vagy arról, utána szereztek talán még egy kört, és akkor, de mindegy, a lényeg az, hogy a pisztolykört, illetve az azt követő kört bukták. Most legalább megvan ez is, illetve a második kör is. És ugye a fegyverzet sem annyira rossz. 2M4, egy FAMAS, illetve 2MP9. Hát azért té oldalon mondjuk ott erősebb a galilokkal, AK-kal is föl kell tolni. Hát ez annyira nem jó, Adam Sandler
Kettőt is el tud lőni, Dogi pedig későn tud trédelni a csapattársára, úgyhogy ezzel ember előnybe kerülnek a ték. Sajnos Piciber, Dogi, illetve lesz kimaradnak hárman. Igaz, hogy ebből a kettő darab M4 is, meg egy FAMAS, úgyhogy talán a legerősebb fegyverek még azért mindig ott vannak, úgyhogy ha lehet így mondani, akkor bár a tréd nem volt a legjobb, illetve a csere, hiszen két emberünket adtuk egyért, de legalább csak egy, illetve két SMG hullott ki. Még ugye Adam Sandlernél ugye AK volt, tehát talán azért nagyobb kár, vagy lehet, hogy Galil, ha jól emlékszem. Hűha, viszont a Doginak menekülnie kell, Andert spotolta, így nem tudja tovább tolni, illetve hát Ander is lassan jön, és jönnek ketten közben midről amúgy. És egy palasz játékos, ez egy nagyon egy elkerítő lesz majd, a palaszból még nagyon mélyen áll amúgy Mikó Miki. És egyelőre a CTK-ről is nagyon jó volt a füst, de ezen át fognak popolni egy flash-sel. Fenn vannak már Koniban hárman is, és tulajdonképpen itt Picibernek lesz majd a famosan nehéz dolga. Dogi a kevés HP-ját elveszíti 2v4, és tulajdonképpen ezt én azt gondolom, hogy innentől igazából menteni kéne. Leszkinek van egy M4-e, szerintem még azt a famas se mentik már. Úgyhogy ezzel megvan a víznek az első köre, lekerül ára a bomba, és négyen is túlélik, úgyhogy hárman. Nem volt a legjobb döntés, de tulajdonképpen hát lesz ki, még próbálkozik. Próbálja? Hát én lehet, hogy nem próbálna meg a helyében, de mindegy, ő tudja. Mert csak azért sem, mert mondjuk kijött volna egy AK, most oké, hogy veszik a többiek, illetve vesznek egy VP-t most Leszkinek, de... De hát egy AK-val bejjebb lettek volna, és akkor most nézzétek meg, tulajdonképpen lenne egy M4, egy AK, egy AVP, egy MP9, és akkor mondjuk még egy pisztoly, ami azért, na, tehát most egy AK-val vannak tulajdonképpen, AK-val soványabb a CT csapat, és ezzel megadják a lehetőséget majd, hogy megadhatják a The Winsnek, hogy egalizáljanak. Érkeznek a szokásos utility-k, Molly ide Koni aljára, de a füst az... Ó, oh, Dogital az egy gyönyörű fejes volt, azt a mindenit füst fölött Melody 2K-t spotolta, és One Tap-et gyönyörű szépen kifejelte. Hát, szerintem most egy asztal ilyen Nikoing volt, és a szegény asztal az most megsínlette, ott bárhol is játszon az illető, az úri ember. Vagy hölgy, nem tudjuk Dogitól, tehát megvan rögtön a nyitó kill, és hát azzal a dezivel, ami igazából ugye, hát van még ugye egy picibernél, ugyanebből a fegyverből, többiek egyelőre még nem buktak le. Ez abból a szempontból talán jó, hogy gondolhatja azt a The Vince, hogy csak ilyen kisebb upgrade-ek vannak, és ugye nincsen se M4, se AVP, főleg az AVP-re szerintem nem fognak számítani. Előző mérkőzésen azért láthatunk egy-két miszt Leszkitől, úgyhogy itt most nem fér bele semmiképpen sem, jön is át B-re, és tulajdonképpen hű, ezt eltalálja amúgy nagyon, csak ide B-re, hogyha megindulnak, egy megvan. Vissza kell menni viszont, és így most már, kérdés az elnézve a mozgását a TI csapatnak. Ott van a második is, Kemot. Nem tudom, hogy Móka Mikire, vagy Miki Móki, micsoda, Mikó Mikire számítanak-e? És néddel a kezében tulajdonképpen el tudják lőni. Picibernek pedig, hát eddig nem igazán adja a játék. Hoppá, Adam Sandler kidobja oda az AK-ját, szerintem az leesett, talán az AK, nem hiszem, hogy sikerült kidobnia. Az gyönyörű szép néd volt. Nem tudta. De, amit ki tudta dobni az AK-t, bocsánat. Igen, Donk és Nikó párosától. Hát ugye tudjuk, hogy Leszkin nagy G2 fanatikus. Hát nem tudom, hogy Spirit-e ki az, aki szimpatizál, de tény, hogy azért Donknak a képességeit, a tudását azért el kell ismerni, most akármennyire is nem szereti valaki ezt a csapatot, vagy szereti. Főleg leginkább gondolom amiatt, hogy ugye nagyon sokan manapság politikát csinálnak, mint a legtöbb ilyen kérdésből, ahol mondjuk valamilyen orosz sportoló, vagy orosz érdekeltség merül föl. Csak azért szerintem ne utáljon senki senkit, mert ha valakik, akkor ők aztán pláne nem tehetnek arra, hogy éppen mi zajlik a világban. Na nézzük, hát itt a szerveren pedig az zajlik, hogy 3-1 van, és hát ráforszoltak Kemoték, amit utak vettek, és Picibernél rögtön ott van a nyitó, de átolják amúgy füstöt, és egyet tud szerezni Leszkitől. Hűha, érkezett a másik, hál' Istennek, a harmadik, az viszont nem tudnak rá válaszolni, bomba közben lekerült álszájtra. Egy gyors ápop volt ezekkel a kis fegyverekkel, és kettő Galilla kéne megvédeni. Ajaj, Reaptól elcsúszott egy kicsit az a célkereszt. Egy játékos kint van, erről tudnak. Hol van a másik? Hát a másik, igen, ott van fönt, tehát akkor arra a kettőre kéne nézni.
Gyönyörű volt Dogitól egy, és tudja, hogy utolsó a CT-n van kint. LDMR, Doginak rá kell mennie, és Doginak megvan, és van Diffuse Kit is. És úha, hát ez szerintem pont, hogy ez necces. Meg lesz. Meg lesz, és ott van a negyedik kör is. Egy icipicit, esetleg, hogyha messzebbre megy el. Itt T-kezdőn. Hú, ki is volt itt T-kezdőn? Mert nem emlékszem rá, hogy... Adam Sandler talán, vagy LDMR talán. Tehát, ha kicsit messzebb tud elmenni, mondjuk a távolabbi beugróba közben még átsétál, akkor Dogi igazából hiába fut rá, hogy a diáböli meg nem ért volna vissza a szájtra. Így még épp, hogy vissza tudott rohanni, és utolsó, tudom, pár tized másodperc döntött el, hogy meg lett ez a kör, 4-1 ezzel. És akkor most érkezik egy ilyen pisztolyos, halfbályos karika majd most a téktől. Mikor Miki megint betolja, az előző körben azért ez alapvetően működött. Most jó amúgy a néd, ott nem talál viszont senkit. Nem igazán ment mélyre az a néd. Pici Bertől egy megvan, a második már nem jön össze, úgyhogy egy fegyvert föl tudnak venni. De el tudnak kettőt is húzni Rehabék, a bomba megint lekerült. És Dogi pedig Mloditőkét is elszed, vagy lelövi a lépcsőről. Hát és akkor... Hát, jó, oké, lesz ki tud trédelni. Hát kettő előtt fegyver, már mint a CT-től. Nem aprózz el a lengyel csapat. Jó, igazából mondjuk itt Tech9-okkal, illetve egy kérdezivel. Bocsánat. Alapvetően azért nem lepődünk meg, vagy nem mondjuk azt, hogy nem kellett volna ezt megpróbálni. Meg volt tehát így a lehetőség a League Esportnak, hogy beúzzák az ötödiket, és ezzel éltek is. Úgyhogy 5-1 ezzel 4 kör az előny, és még egyelőre nincs ott a kis lángolás, mert hát ugye beszúrt egyet a The Wins, úgyhogy nem zsinórba nyerte ezt az 5 kört a League Esport. És akkor most Kemotnál ott van a VP, megint érkezik egy Moli, ugye füst mögé. Na nézzük, hogy mit tudnak most alkotni, mit találnak ki. Ugye ezzel már igazából próbálkoztak, ez a Moli, ez nagyon jó, ezt oltani kell mindenképpen Adam Sandlernek. És jó, utána jön amúgy a Moli is LDMR-re, csak hogy Rehabot ki tudja lőni, viszont hú, ez nagyon kellett, jaj, és Dogitól jó lett volna a midagró, csak kérdés, hogy igen, arra számítanak, hogy tudják, hogy doboz mögött van egy játékos, és azt is tudják, hogy Mloditőké pedig, hát, hogy pontosan tudják, hogy hány HP-n, azt valószínű csak sejtik. Megint megy egy Moli, az nagyon jó, ott ki kell rohannia, és lesz kitől, az gyönyörű volt. Kiugrasztotta Adam Sandlert, úgyhogy 3v3 Mloditőké pedig 50 HP-n van. Pici Beréknek viszont van bőven, sőt még utility is van, egy füst, kettő flash, meg egy néd. Loner még itt jumpspotol egyedül B-n, és valahogy érzik ezt amúgy leszkijék is, hogy ez inkább egy átámadás lehet. Közel van amúgy már, Palace alatt ott van Pici Ber, neki fontos szerepe lehet ebben, lépcsőn bújik leszki, és egy jó cross tartanak amúgy. Pici Bernek egy megvan, ott van a második, és leszkit el tudják közben lőni Mikó Miki. Hűha, és egy 1v1 alakul ki, úgyhogy nézzük, hogy Loner vagy pedig Mikó Miki. 30 sec. Bombája nincsen, nem tudom, azt nézem, hogy... És! Loner! Hát, na, köpni nyelni nem tudott szegény Miki. Jól nézünk. Miki. Megvan a hatodik is. Hát nagyon erős. Nagyon erős, azt kell mondanom, az egész csapat. Leszki 10-5-ben van, abszolút top fregger, és hát ki ne emlékezne, kb. Az egész, nem mondom az egész Inferno, de azért egy nagy részét azért, hát ő úgy el volt, játszott, mondjuk azt. De az utolsó körben az a 4K, az jó, nem mondom, hogy nyilván azon múlt, mert 13-4 lett ugye a végeredmény, tehát akkor most lett volna 13-5, de hát az egy gyönyörű szép 4K-val fejezte be ugye azt az Infernót, és ott lesz ki most, ott folytatja tulajdonképpen, ahol abba hagyta Infit, kettes KD-ban van, és akkor egy időkérést követően folytatódik a játék, 6-1, most már ott lángol a League Esport logója, ahogy láthatjátok, megvan a zsinórban most már a negyedik kör is, és hát nagyon úgy néz ki, hogy meg lehet az ötödik is, ezen Tech9-okkal fognak majd most ebben a körben Megten, illetve 4 darab Tech9-nal Mikiék itt próbálkozni, jött egy füst, uha, Leszkire ott viszont rárohannak, Leszkitől ott van a nyitó, gyönyörű volt, Dogitól jön a következő, na és akkor nézzük, hogy itt Rehabnak meg lesz-e megint az előbb, ugye itt emlékezhetünk rá, hogy ő ugyan meghalt, de a Moriában elégettem ugye a játékos, ezt most oltják, és ketten rohannak rá, üha, ez viszont nagyon szép volt LDMR-től, sőt, ott van tőle a második már Rehabnak a fölvett M4-ével, úgyhogy
3-3, és a bomba az így lekerül B-site-ra, de láttunk már ilyet, hogy a plant megvolt. Egy Echo-kört nyerhet meg tulajdonképpen a The Wins, ami eddig nem volt benne, és hú, ott volt a Miz, de piciver kisegíti Leskit, ez nagyon kellett amúgy. 3v2, de nagyon lovos amúgy Dogi, illetve Lesky is. 3 HP, Lesky a 3-mal lő egyet, Mlody 2K és túléli, és Lesky a 3 HP-val Adam Sandlert is ellövi, hát mit csinál? Szerintem csal. Megvan a válasz. Jó lenne. Szurkolják ugyan a csapatnak, Chamberről lehet mondani, erre egy kassz alatt nem emlékszem. Hát egy alatt pláne nem mondom, mert ott azért igyekszem, én legalábbis igyekszem pártatlannak lenni, bár nyilván tudják, tehát azok a nézők, akik régóta ismerik, vagy követik az egyet, és ismerik ugye a régebbi kasztereket, ha más nem, akkor a saját streamjeikből, főleg Leskinél tudják, hogy milyen szurkoló. Alapvetően nekem én bevallom őszintén, nagyon sokáig azért úgy nem követtem a proficsét, én imádok, én együttel kezdtem, én játszottam rengeteget, egyetem alatt aztán kicsit abba hagytam, de meg volt egyöt, egyhat, Source, Go utána, ugye most már a C2, de valahogy a profi színát nem, tehát én imádtam játszani, de úgy nagyon sokáig engem nem, és ahogy az E1-hez kerültem, akkor kezdtem azért jobban megismerkedni, ha közben Adam Sandler és Kemot is egy-egy freggel nyitja meg a kört, és szerintem az a fegyó az ott kilógottam úgy Fireboxnál. Így is van, és piciber is elhullik, úgyhogy itt nagyon úgy néz ki, hogy 7-1 után már nem lesz 8, hanem 7-2-re fognak szépíteni a lengyelek ezt a két fegyvert. Én azt gondolom, hogy menteni kéne, hiszen hiába van 7 kör a CT csapat neve mellett, aló! Oké, Rehabnál egy, azért ott van. Az azért nem rossz, mert oké, hogy a plant meg lesz, tehát mindenképpen tudnak majd vásárolni a következő körben Adam Sandlerék, de minél több fegyvert, esetleg exitet tudnának még itt szerezni ketten Dogi, illetve Rehab, annál jobban tudnák azért a bankjukat rombolni a T oldalnak, és akkor azért nem lehetnének nyugodtak a hátra levő körökre, de az tény, hogy meg lesz most már ezzel a második. Szóval igen, visszatérve, nem igazán volt, és amióta így követem, főleg inkább ebben az évben látom azt, hogy így milyenek az erőviszonyok, mert amikor így belecsöppentem, akkor még úgy én is úgy ismerkedtem az egészen, nem magával a játékkal, mert nyilván a taktikai részét, stb. Azt vágom, így a csapat szinten, vagy egyének szintjén. Nekem, én igazából kedvenc csapatot nem mondanék nekem, akiknek amúgy tetszik a játéka, és egy kicsit szerintem ők eléggé sokat fejlődtek, ugye a likvidesek, bár most ugye nem jött össze nekik a Blast Fall Premier for Final-ban, ha jól emlékszem, ők azt hiszem talán két BOR-ban is egyből kikaptak és kiestek. De nekik az idei szezon azért szerintem jól ment. Nyilván Torzsi miatt persze a Mouse-nak is szurkolok, ugye magyarul, de ez ugyanolyan, hogy a Liverpoolt is, meccsét is nézem a Szoboszlai miatt, de nem vagyok, én Arsenal szurkoló vagyok. Úgyhogy olyan kifejezett kedvenc nincsen, de ha a jó csapatot kell választani, azért a G2 is mostanában nagyon szép játékokra képes. El kell ismerni azért a Navit is, bár most a Navi is meglepően gyatrán szerepelt pont itt a Blast Premier Finalen, úgyhogy hát nem, hogy évvégére azért egy-két csapat elfárad. Én most a Falcons-osokra nagyon kíváncsi vagyok, korábban is kíváncsi voltam például, mert azért nagy neveket tudtak összeszedni, és így, hogy most a Simple is végül is noha ilyen temporary állítólag, de azért ott van, azért így most erős lehet. Hát közben úgy néz ki, hogy a Vince-nél ott lesz a következő kör, Rehabnál az AK, és hát nem lesz pénz a következőre, úgyhogy utolsó körre marad majd tulajdonképpen a döntés, hogy ez 7-5 vagy pedig 8-4 lesz, hiszen ezzel most már a harmadikat hát Ceruzával tulajdonképpen be tudják húzni. Rehabnál még azért egy beakad a második is, nagyon szép. Igen, Navi is kiesett amúgy egész hamar. Azt hiszem az elsőt talán nyerték. Jó voltam ugye a Tegrehabtól. Ikó Miki egy kicsit kapott. Hűha, erre viszont nem számít, hogy LDMR pedig már jön oldalból, illetve hát midről, és végez vele, úgyhogy ez még az előző körnek fontosabb momentuma. És itt láthatjuk azt, hogy Rehab, hát nagyon szép fejestel azért itt szájtom még aprított egy kicsit, és akkor most ugye Echo. Hát, ha jól emlékszem, akkor azért Infinis volt hasonló, hogy talán volt egy híró Galil, vagy valami híró, és pisztolyokkal tudtak igazából leszkék nyerni kört, úgyhogy azért ne írjuk le őket, és úgy néz ki, hogy egy Aztec-et fognak most itt megvalósítani a srácok. Hát a bombát eldobták TV-szobában, és ketten mennek föl B-apiban, egy mid, kettő pedig itt A irányában, Palace, illetve Rampa, úgyhogy
abszolút biztonsági játékra törekszenek most a ték is, hiszen hát igen, kérdés azért ott van bennük, hogy most vajon stackelnek-e, vagy esetleg pusolnak, szerintem pusra is vártak, és azért tartottak le, most azért érkezik egy füst ablakra, úgyhogy ketten már tudnak jönni Underből, a B-szájtosok. Hát még vissza kell menni a bombáért Adam Sandlernek. Hát igen, sajnos Dogi is sebzett egy kicsit, lesz kivel, az érdekes. Hát ez nem, Mikomiki is kettőt tud lőni sajnos, és ott megvan az információ, Ticket mögötti játékosról is, ő kapja a nédet, Piciber, hűha, és hát... Nézem, hogy a Bloody Took, hát ez így most nullázva lett. Kétszer-kettőnök, akkor rosszul megkezdtem, bocsánat. Akkor igen, akkor Navinak sem ment. Pedig azért az idejéhez nem volt rossz a Navinak, tehát hogy nem kedvenc csapatom, de el kell ismerni, hogy nekik azért nem volt rossz. Hát figyú, évvégén azért szerintem, mert itt benne lehet a fáradtság, azért most nem azért mondom, hogy sajnálom őket, de azért tényleg rengeteget utaznak. És megközelíthetjük persze onnan a nyilván a logikus, hogy ja, hát csak izé csézgetnek, meg ide-oda utazgatnak a világban, az milyen jó azért. Nyilván azért nekik is megvannak, tehát ilyen fura kimondani, tehát a mai világban ugye, ahol az e-sport, tehát a játékok is, számítógépes játékok is sportnak számítanak már, abszolút joggal, azért ugyanúgy megterhelő egy ember számára az a nyilvánosok utazás, a felkészülés, ez inkább ugye mentális, mint fizikai, és hát nem mindig lehet ugyanazt a formát hozni. Emberen, hogy meg közben amúgy a lékesek, a bomba lekerült, Dogi egyet tud fejelni, Piciber közben beszúr, még egyet Rehab is, és akkor nagyon úgy néz ki, hogy 8-4 lesz ez a fél idő is. Ha jól emlékszem, akkor szedik a bombát, szedik a bombát. Hát arra már nem fog ránézni, de miért nem néz rá? Nem tudom, miért nem néz rá, mindegy. Ha jól emlékszem, akkor 8-4-jel fordultunk, ugye Infernón is. 8-4? 8-4 volt szerintem. R6. Hát igen, R6 az nekem az kimaradt. Én hallottam róla, meg egyszer letöltöttem, meg kétszer, és azt én már nem tudom megtanulni. Tehát ott egy-egy közvetítésben is belenézek, és azért, hát valljuk be őszintén, hogy a Csi azért a legtöbb ilyen, hát mondjuk főleg az ilyen FPS játék közül talán a legegyszerűbb. Lehet, hogy ezt csak én mondom, aki azért már ebben régóta benne van, még nyilván kasztolok is, és lehet, hogy másnak ez ugyanolyan kínai, de most tényleg nem anyámról beszélek, hanem azért olyan, aki velem egykorú, vagy egy fiatal férfi, de mindegy, nézzük közben a mérkőzést. Popolnak be a leakesek közben B-side-ra midről, illetve a short irányából, Mikomiki egy fejessel kezdi meg a kört, Picibernél ott van a következő, Kemot pedig válaszol a bomba, kihullik B-re, el kéne lenni Kemotot, az meg is van, így van, Loner. Ajaj, Adam Sandler pedig előtte ugye magát, hogy most csak le kéne tartani, nem kéne tudni rápikelni a bombásra, ezt meg is teszi, illetve bevárja a társait. Jó, és ez nagyon nagy pozíció amúgy Lonertől, illetve most a Dogitól, az nagyon kellett. Ketten érkeznek közben Apiból, megint bejön, ide most bejön lesz ki, opá! Az mondjuk LDMR-től az így gyönyörű szép ilyen angyalka szárnyas kill volt. Hát Lonerre pedig... Jó, oké. Hát ugyan információ van róla, és megpróbálnak rávájdolni. Futni kell, és nincsen defuse kit, megvan Lonernak egy kill, és nem lesz idő. Hát Loner! Hát milyen futóversenyt rendezlem? Bloody 2K megöli még őt, de így meg is fog szerintem még halni. Nem halt meg végül, kihozza azt az USP-t. De 9-4, fú! Hát ha jól emlékszem, akkor az Infernón a fordulás követően is, ami nagyon hasonló, ilyen egy necces körrel lett meg a 9. A pisztolyos. Ugye jól emlékszem, ott is valamilyen... Hát talán... Ja, ott az U betűs, vagy nem tudom milyen játékos ölt ott kettőt. Ott emberedünkben is voltunk, és ott a végén ott azért fregelt, és azt hiszem ott is talán az döntött, hogy nem volt már ideje ugye felszedni a bombát. Itt abszolút nem volt idő. Itt még devkittel se lett volna tulajdonképpen, de nagyon szépen csinált a Loner. 2-1-ben elindult a kis keringőzés itt az ablak körül, kicsen ajtó ablak irányába is, és még egyet fregelt is. Na, ez gyönyörű volt. Nézzük akkor, hogy EQ ellen mit tudnak reabék, és ugye plannak köszönhetően ott van 3 Galile gyáken, meg ugye a Mekten Loner kezében, és hát a utility-kkal is amúgy jobban állnak, jóval jobban állnak, hiszen ugye Ekon vannak a CT-k, és közben amúgy bemennek már, igen, mondjuk Kemot egy kicsit talán itt most mérgelődhet, hiszen hát úgy hátba tudták lőni, hogy tulajdonképpen a társa az nagyon sokáig nem reagált rá, és hát végül is tudott trédelni, de ember az, hogy marad a téknél.
Doginál közben ott van. És Doginál ott van a második is, LDMR-t elhúzza, úgyhogy 10-4, hát abszolút déjà vu érzésünk lehet, mert ugyanez volt kvázi menetrend az Inferno nincs, úgyhogy hát nagyon bízom benne, hogy akkor még 3-ig a League neve mellett landol, és akkor nem maradunk le semmiről majd a Honvéd AC Black meccsénél. Ja, nem, nekem se, sőt, hát akkor utáltam a Chelsea-t, amikor tényleg nagyon-nagyon jók voltak, és tehát ők rivalizáltak, még ugye a Wengeres időkből, tehát, de én azóta szeretem az Arzenát, ami ott a kb-n kábel tévénk lett, vagy parabolánk, és még az Henri Bergkamp, Pires, Vieira, David Seaman, tehát az egy... A mostan is a rossz, bár azért most megint így egy-két ilyen vereségbe beleszaladtak, pedig azért tényleg összerántotta őket Arteta, de... mindegy, hát most legalább ott vannak azért a BL-ben, még ha bajnokságot nem is nyernek, de abban meg egyeztetünk szerintem, hogy a Hollandot mind a ketten utáljuk. Kurva jó játékos, de utálom. Meg a Cityt, már izé, Guardiola az... Mondjuk most már nem, mert a Hansi Flick a Barcánál nagyon jó, de sokáig azt mondom, hogy menjen már vissza a Barcához, mert csak szenvednek. Most azért az öreg Hansival azért megtalálta a Barca is a góllövő cipőket. Tehát Rafinha, aki alig nem tudom, 10 helyzetből 10-et kihagyott mindig, még a Xavi idején. Most megtalálta úgy a pozícióját, meg a Lewandowski-nak is, hogy így párosával rúgdossák a gólokat. Tehát nagyon, nagyon kemény amúgy. Ja, persze. Hát ugye a Lampard volt annak idején a Chelsea-ben. Hú, várj, akiket tudnék, a Terry. A Cseh talán akkor már ott volt, de lehet egy picit talán később, a Petr Cseh lesz kinél közben, ott van egy kill, úgyhogy ezzel 4-3. Hát jó, hát én az egész Real kb. Úgy, ahogy van. Tehát én nem tudom, aki a Realban játszik, az mindig ilyen nagyképű. Vagy nagyképű lesz. Tehát ez a Vinicius, Mbappé, tehát megnézel egy gólörömöt bármit, nem lenne, mert elismer, kurva jó focisták amúgy, mindegyik, Vinicius, hát jöhetne a Fradiban. De nem véletlenül nem kapta meg az aranylabdát sem amúgy. Közben a bomba lekerült amúgy, és hát eléggé lovos Loner, Rehab viszont mondjuk 100 HP-n van, Adam Sandler, illetve Mikó Miki. Hát megint diffuse kit nélkül kell, hogy megoldják a dolgot, ezt ellépi amúgy a Mikó. Az a püst az amúgy pont nem jó. Hát igen, ezt itt nem nagyon fogja túlélni, nem kéne Lonernek nagyon rámennie. Egy szeket kéne még kibírnia is. Hát az a baj, hogy ez így meg lesz. Aj, Loner. Vissza kellett volna menni rámpára, ez így meg lesz sajnos. Ja. Hát jó, azt vár, én Pradi. De hát az egész család az ott, úgyhogy az nem volt kérdés, hogy... De vállalom már, hát most. De nem utálok senkit, sőt, amikor az Újpest ilyen nagy bajban volt, akkor azért azt mondtam, hogy azért ne essen ki, mert... Na, most nem érnek el engem ilyen Mezőköves, meg Kisvárda, tehát azok menjenek a levesbe, de azért... Már csak azért is, hogy azért legyen már egy-két budapesti csapat, amely többségben vannak a vidékiek. Szóval nekem alapvetően nincs. Hát, nyilván szurkolok a Fradinak, de én nem ez a vérmes B-közepes vagyok, tehát hogy szeretem őket, de ugyanúgy kritikával is illetem, amikor balfaszkodnak meg ilyen hülye felső polcos edzőket, meg most ezzel a mostanivel is ilyen, na mindegy, hagyjuk. Kalapszal az egész, az ilyen kerettel, az meg ilyen, na mindegy. Nem menjünk ebbe bele, mert tényleg már körök óta itt a fociról beszélünk, az közben itt bukják már a líkesek a biztos ezért a meccset. Hát a meccset még nem, azért még ott az öt előny még megvan. És még egy esélye van, tulajdonképpen lesz kiéknek, sőt, Dogi ezzel most szépít is. Ajaj, erre viszont nem számítottam úgy Rehab, és hát félig-meddig később pisztolya a kezében tulajdonképpen. Fradi az gatya. Ah, gatya, az vagy te vagy a gatya. Hát sajnálom, Alokit is amúgy sajnálom. De ott mondjuk azt sajnálom a leginkább, hogy hát, bizakodtam abban, hogy Máté Csaba... De ezzel nem akarom azt mondani, hogy igazából az, amit Máté Csaba a Fradinál csinált, amikor ilyen kinevezett edző lett, hogy az akkor csak véletlen volt. Tehát én tartom azért azt, hogy ő jó edző. Most azt, hogy egy 2-2-t tudtak elérni a Fradi ellen, szerintem a Fradi szaram úgy. Tehát, hogy nem tudom, ez a Pascal Janssen nem tudja ezt a keretet úgy összerakni. Mindegy. Szóval szerintem a Loki az megmaradt továbbra is ugyanolyan, de ugye utána kiestek a kupából már Dombi Tibivel, most ez a 2-2 lehet mondani, hogy na most talán megindult valami, szerintem amúgy nem, sajnos, és talán ez is igazolja azt, hogy ott nem biztos, hogy a feltétlenül Máté Csabával volt gond, én nagyon sajnálom, hogy így tőle egy elbúcsúztak, de hát valahol értem a vezetőséget is, valahol meg nem.
piciber közben elővi Mlodit, és hát Leszki pedig itt tulajdonképpen csak bújnia kell a VP-vel. Nagyon szöget tartanak. Gyönyörű kill lesz Klárentől. 11-5. Na igen, és amúgy én beszélhettem pont Gamerlandben, amikor volt a Tipmix Project 2 Masters, és ugye kint voltunk a helyszínen egyen, és ott a nézők között volt egy nagyon jó, egy hangulat feredős úriember, akik amúgy pont Debrecenből érkeztek a feleségével, meg egy-két cimborájával, és amúgy azt hiszem ő mondta azt, jött az ismerősei, hogy hát ők a Lokinak szurkolnak, de hogy tulajdonképpen a Gyugyi többet visz már a csapattól, mint amit hoz a konyhára, és ezért azon kéne elgondolkodni talán, és nem nagyon ismerem annyira a csapat összetétele, stb., de azért az tény, hogy neki szerintem így a válogatottsággal gyönyörű reaktor közben a fejes, és Loner is igaz, hogy nagyon kevés HP-val, de azért el tudja lőni Mikó Mikit, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy meg lehet ez a 12-ben, nem akarom elkiabálni közben. Mlodi 2K! Válaszol Rehabra, hát ugye tudta, hogy ott érkezik majd a magyar játékos, de már kapja amúgy lépcsőről 2v4, megvan Ásszájt, és tulajdonképpen T-kezdőt, mert megint tolja ki amúgy LDMR, mert ott igazából nem fog találkozni senkivel, sőt, egy nagyon jó timinggal tulajdonképpen Loner még, neki itt bújnia kell, mert vigyáznia kell a HP-re és a fegyverére, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy meg lesz ez a kör is. Hát piciber itt még az, őha, ott oldalban lesz lőve, bizony. Dogi, és hát így most hárman maradnak, bocsánat, Leszki, illetve Dogi vannak Szájton, és hát B irányából pedig érkezik közben Loner is. Hát ez így már nem, Adam Sandler menti a rezit, nem is tudja eltalálni Dogit, és Leszkitől pedig számított, illetve tudta, hogy LD, mert ott van Palace-ban. És 12 mérkőzés map, illetve mérkőzés ponton van ezzel a DKSZ-ban, és kihangsúlyoznám gyorsan, hogy így akkor én nagyon remélem, hogy nem fogunk lemaradni semmiről, hiszen ezt követően a Honvéd AC. Borna, nektek nem lesz meccsetek, ugye? Mert három regisztrált játékos van. Úgyhogy ezt én úgy terveztem az NMI-ben, hogy akkor a Honvéd AC Blacknek a meccsét fogom most adni ezt követően. Elvileg win. Jó, hát szerintem az utóbbi, nem tudom, 4 vagy 5 meccs az eleminek, ugye ez a defluz, úgyhogy... Na nézzük! Megpróbálkozik a The Wins egy midpussal. Egy frag megvan, Dogi elhullik, nem érkezik rá válasz, Adam Sandertől ott van még kettő is, de Leszki és Loner is egyet-egyet be tud lőni, úgyhogy 2v2 alakul ki, és nagyon valahol nem bóbiskolt itt Mlodi, ő nem ment a midpussal, sőt, maradt egy B-védő is, úgyhogy tulajdonképpen a 2v2 az abszolút nyerhető, hiszen hát emlékezzünk vissza, hát pont Leszki, aki egy 1v4-et le tudott hozni az előzőben, itt most nem is egy 1v4-et kell, hanem egy 2v2-t kell, hogy megoldjanak. Nem csodálnám, hogyha mondjuk Loner kiesne, és akkor Leszki mondjuk egy 2v1-et afterplantban ugyanúgy lehozna, hát akkor keretbe foglalná tulajdonképpen a mai napot. Ja. Nem elvileg... Jaj, Leszki, az a spoiler, bazd meg, hogy idejöttél és írsz, mert akkor ez azt jelenti, hogy most már tudom, hogy nyerni fogtok. Az elvileg Vint azt amúgy Bornor arra írta, hogy én az ő meccsüket kérdeztem meg, hogy 8:30-kor, akkor nektek nem lesz. És azt mondja, hogy elvileg Vint. Ja, 12-6, igen. Ja, és azért van már itt Piciver is, meg Leszki is. Igen, tehát lekerült a bomba is, Loner. Világ végén van tulajdonképpen Melody 2K, aki még valamiféle melódiát még itt hallgat, megy a fülébe, és nyilván, hogy le fogja hozni Lonerrel szemben. Aha, igen. Igen, abszolút, nagyon gyors volt, meg szép volt. Hát igen, 12-6 ezzel, úgyhogy jön a köve... Ja, nem. Láthatjuk tehát, hogy 13-5 lett a végeredmény. Romlik a teljesítmény, ugye Inferno az 13-4, de tegyük hozzá, hogy a The Wins úgy érkezett ide, és nem csak Defineknek köszönhetően, többségében nem, hogy 8 győzelemmel voltak ők itt is, úgyhogy hát a Liga Esport megerősíti a vezető helyét itt az SEA Open 51. szezonjában, hiszen 10 győzelemmel állnak már az élen, és láthatjuk, hogy Leszki megint oda pakolt, ott folytatta, ahol Infi abbahagyta. Hát Infernót ugye átaludta, egy kicsit fölkészült inkább az utolsó körre, ugye arra a bizonyos 1v4 klácsra, és aztán az folytatta ugyanott, ahol abbahagyta, és GG amúgy tényleg mindenkinek, most nem csak Leszkit akarom megint kiemelni, most hát most például Loner is amúgy sokat javult statisztikában, ugye ott ő volt talán 1-es KD alatt, most alapvetően, sőt, nagyon szépen teljesítettem úgy ő is, de tulajdonképpen mindenkinek jár a taps meg a pacsi, le lettek ültetve a The Wins-esek, úgyhogy tulajdonképpen így lehetőség lesz majd arra,
hogy mindenféle ilyen késedelem nélkül nézzük majd a Honvéd mérkőzését, ugye eleve az most 18, hát akkor az teljesen jó. Azt nézem, hogy jó, igen, 18, és ott még hátra van. 11 perc, hajrá, Honvéd, így van, úgyhogy 8:30 Honvéd mérkőzés, Honvéd AC Black. Hát kik van most pontosan a kezdőben, sokat többen vannak. VTF Tomi azt hiszem van, ugye? Meg Norbert, András, hát én meg nem mondom, már egy meccsüket azt hiszem kasztoltam, de itt ugye most vannak hatan is a lobbiban, úgyhogy most így, bocs, nem tudom, majd ez majd nekem is akkor meglepi lesz. A Natax Tari ellen fognak játszani, akik hát ilyen vegyes vágott, szerintem full oroszok, mert van itt amerikai zászló, ez valami dominikai köztársaság, egy orosz, úgyhogy ezek, szerintem ezek full oroszok, egy büszke oroszok, akik merik vállalni, hogy azok amik. 6 win, 2 lose-zal, úgyhogy hát majd jön a felvezető műsor nem sokára, és akkor ezekről is beszélni fogok. Tehát a lényeg az, hogy a Liga Esportnak pedig megvan a 10. győzelem, én szerintem tulajdonképpen már az Intermediate is ott van, nagyon-nagyon a kapujában állnak, de ha biztosra akarnak menni, akkor menjenek még a jövő heti 2 meccsüket. Azt hiszem 12 vagy 14 meccs lesz majd a szezonban. Ha 12, akkor nyilván már csak a jövő hét van hátra, de ha az a 2 megvan, akkor független attól, hogy mennyi marad még, én azt gondolom, hogy a top 32 akkor már garantált, úgyhogy ó, Dotti, mély, kedves és megtisztelő hívott engem játszani, hát szerintem Rehab akkor gyorsan írjál rá, mert te most, neked van lehetőséged, nekem viszont még feladatom van, hiszen a Honvéd AC Black mérkőzését hamarosan hozom majd nektek, 12, azt tud, hát a jó, van playoff, de akkor már meg lesz az Inter, tehát hogyha benn vagytok a top 32-ben, akkor már a playoff az már csak egy ilyen örömjáték tulajdonképpen, úgyhogy ja, de hát nyilván azt, ha meg megnyeritek, úgy tudom, akkor meg egyből felkerültek a mainbe. Úgyhogy, ja, hát lehet, hogy akkor itt a Manager Self. Bár elnézem, a Manager Self-nek a most a jelenlegi, főleg ugye az embercserék miatt is, a bemaradás biztos nyilván Intermediate-ben, de nem biztos, hogy a main az meg lesz azért a következő évre, úgyhogy én azért megnéznék egy Manager Self és League Esportot, például ugye jövő szezonban, úgyhogy csak a top 4 jut inte. Ja, igen? Ja, ó, hát akkor viszont mindent meg kell nyerni, akkor nincs kérdés, akkor ez bocsánat. Bocsi, akkor me a kulpa. Nem mondtam semmit. Igen. Na jó, de hát akkor menj hát, 2 meccs van hátra. Eddig elég nagy különbséggel, meg nagyon magabiztosan játszottatok tényleg. Nem félek attól, hogy a hátra levő 2 meccs az nem lesz meg, úgyhogy ja. Na, szünet, én azt mondom, és igen, azt hiszem a stream az nem fog leállni, legalábbis remélem. Hát én köszönöm az élményt, ne vicceljetek, aztán remélem, hogy maradtok még a Honvéd meccsén szurkolni egy kicsit. Köxi Vixa, BMA. Tényleg jók voltatok, és akkor egy pici szünet következik, és aztán jövök a Honvéd AC Blacknek a felvezető műsorával, úgyhogy ne menjetek nagyon messzire.